Oké, csajok, szóval ezek most a kedvenc parfümjeim. Szagoljátok meg őket. Jó, ez az egyik kedvencem. Jó, kipróbálhatom őket? Nem, Nastya, nagyon drágák. Akkor miért akartad, hogy megszagoljuk? Csak hogy kipróbáljátok, hogy milyen. Csak egyszer, kérlek. Oké, csak egyet. Ó, csajok, nem gondoljátok, hogy bűzlik itt valami? Nekem tetszik ez az illat. Bűzlik, Bari. Fúj, nagyon büdös. Az ördögben nagyon király, a csajok parfümöznek. Na csajok, elmondhatom, hogy hol vettem ezeket a parfümöket kedvezményes áron, illetve adhatok promókódot, mivel a barátnőim vagytok, és a kedvezmény dupla akkora lesz. Diana, minden érthető. Azt akarod, hogy parfümöket vegyünk? Hamisítványok? Elvennénk, ha elajándékoznád őket nekünk. Isten hozott, Dima. Ajsz, mondd meg őszintén, örülsz annak, hogy visszajöttem. Örülök azoknak az embereknek, akik rendelnek is. Dima, megbeszéltük. Ne flörtölj Dianával. Kostya, érzed ezt? Dianának nagyszerű az illata. Dima, megígérted? Tudjátok, csajok, nem kell elvennetek, ha nem akarjátok. Békák, akartok akciós parfümöket? Nagyon akarunk! Emberek! Ja! Kabala, hol vannak a nyuszi pompon lányok? Hol? Jana, bravaszti, mi a baj veletek? Nem azért jöttem ide, hogy veled beszélgessek. Hol vannak a nyuszik? Szerintem a kávézóban vannak. Előbb kellett volna ezt mondanod. Emberek? Mi történt? Megijesztettek? Szóval, srácok, hogyan érzitek magatokat attól, hogy tegnap veszítettünk? Hogy? Srácok, mert az semmiféle buli, semmi csajok, csak edzések. Smiley, ne csináld ezt, épp hogy összejöttem Zsófival. Smiley, tudod, hogy aglegény vagyok. Zsófival? Nem érdekel a te Zsófid. Smiley, te is szakítottál Dianával? Dianáról csst, én vagyok a csapatkapitány. Király, Smiley, érthető. Hát persze, hogy érthető. Na, edzés! Rendben, kicsi, ne bosszanj Smiley-ot, nincs jó kedvében. Júlia, elegem van Artyomból. Maruska, miért? Nagyon szeretted. Tudod, van egy helyes új szomszédom, nagyon jó fej. Maruska, bemutatod? Aha, kétszer. Né, Maruska, ne fontoskodj, nem fogsz neki tetszeni. De igen, én valójában éjszaka felkapcsolom a lámpát és nézem őt. És mit csinál? Öltözik. Csajok, megengeditek, hogy felrakjam a rúzsomat? Gigi, ne, most mit csináljuk? És menj el, itt a felnőttek beszélgetnek. Felnőttek, oké, csajok, nekem is van pasim, és elegem van belőletek. Elegem van. Gigi, olyan okos vagy. Ne bosszantsatok már, nagyon unalmasak vagytok. Hát, Diadabig, akkor is, ha utállak, köszi a promókódot. Király! Lányok, nincs mit. Diana, miért meséltél nekik az akcióról? Most kipróbálják az összes parfümöt és boldogan sétálnak. Blondi, ez biznisz, semmi személyes. Ice, szia! Ó, szia, drágám, már rég nem csókoltál meg. Ice, most van indokom arra, hogy megcsókoljalak. Veszel nekem egy parfümöt? Megértettem. A nyuszik illata még itt sem tűnik el. Jana? Mi az? Nem értem, mi ez itt. Mi ez? Miért van itt mindenki? Jana? Emberek? Forró csak itt, Ice! Most! Békák, tűnés! Jana, mi a baj veled? Hol voltál valójában? Beteg voltál? Nem beteg voltam, átöltöztem. Zsófi, láttad ezt a zebrát? Ez az a bőr. Már megértettem. Csak még rosszabb lett. Diana, mi a baj a Janának? Nastya, magam sem értem. Csajok, menjünk az órára. Dima, ha még egyszer meghúzod a szoknyámat, elmondom Smiley-nak. Dima, miért csinálod ezt megint? Megbeszéltük. Kostya, nem tudom abba adni a szoknyahúzogatást. Hé, emberek, szóval egy forró csoki, és az mellé mit kértek? Ice, az én tigrisem húst fog enni. Burgereket. Jana, értem, hogy felvetitek az állarcukat, de Halloween már elmúlt. Mi? Emberek!
Emberek, értem, tigrisek, üljetek le, mindent hozok. Oké, srácok, megértettem. Focisták! Dima, mennünk kell. Kostya, ne aggódj. Jana, nem fogsz megijeszteni. Emberek, a tinédzserkori szerelem... Milyen szerelem? Ez a szerelem miatt veszítettek a kosarazóim! Ez nem a szerelem miatt volt. Én nem vagyok kapcsolatban. Egyszerűen csak veszítettünk. Gigi, mondd csak, a tini szerelem jó vagy rossz dolog? Tudja, Mike tanár úr, inkább Maruskát kérdezze. Ő mindent tud a tini szerelemről. Maruska? Maruska, rátoltál? Menj már! Tanár úr, azt hiszem szerelmes vagyok, minden nap látom az ablakomból. Értem, a szerelmed veletek szemben lakik, és mit látsz? Látom, hogy átöltözik, vannak hasizmai és királyizmai. Julian, nem veheted el tőlem. Maruska, jó a képzelőerőd. Békák, ti mit gondoltok? Én nem tudok semmit a szerelemről. Cinglik vagyunk. Oké, emberek, tetszett, hogy nálatok helyettesítettem. Megpróbálok gyakrabban jönni. Oké, emberek, a következő órára mindenkinek írnia kell egy esszét. Aki nem hozzá, az rossz jegyet fog kapni. Remélem értettük egymást. Viszlát, tanár úr! Kérdezzetek valamit? Van egy kis problémám a kapcsolatomból Gigivel. Menjünk, a tanár úr nem tud neked segíteni. Smiley, gyere csak ide, beszélnem kell veled. Ó, kicsim, nekem is veled. Diana, lesz ma edzésünk? Ötözünk át? Nem, srácok, ma nem lesz edzés, elmehettek. Juhé! Gyerünk, Diana, mondd el. Smiley, nem itt fogunk beszélni, menjünk az öltözőbe. Ma történt valami. Mi történt veled? Mi veszítettünk? Komolyan? Itt van. Így, Gigi, mert nem szereted a barátomat? Micsoda? Ki mondta, hogy nem szeretem? Ki mondta? Magam láttam. Nézd, hogy mennyire szeret Maruska, és te nem szereted Patrikot. Igen, nagyon szeretem. Igen, nagyon szereti. Hé, Artyom, szerinted Maruska szeret? Hát tudod, hogy Maruskának van egy új szomszédja, és minden este őt nézi az ablakon? Gigi, te miről beszélsz? Gigi már rég nem került bajba. Látod, Artyom, nem szeret engem. Tűnés! Szóval milyen az új szomszédod? Artyom, megígérted, hogy segítesz. Artyom, kire figyelsz? Miért figyelsz rá? Szóval, ilyen csapat miatt veszítettünk. Olyanok voltak, mint a lassított film. Fogják a labdát is, csak a csajokra gondolnak. Oké, Smiley, nagyon sajnálom, hogy veszítettetek, de történt még valami. Diana, mi a rosszabb a veszítésnél? Hát, Smiley, Jana és Brovasti ma eljöttek a suliba. Brovasti, hol van? Ez a nap első jó híre. Smiley, Brovasti és Jana már nem azok az emberek, akiket ismertünk. Megváltoztak. Nem érdekel, hiányoznak. Hol vannak? Dionaim, kerestelek, valamit le kell mondanom. Ismét te? Kabala, rossz híreink vannak. Jana és Brovasti visszajöttek a suliba. Már tudok róla, és valójában már bántottak. Megütötték a farkamat, az én kabala farkamat. Mi? Smiley, látod? Erről beszélek. Visszajöttek, piszkálják a kabalát. Úgy viselkednek, mint a rossz fiúk. Diana, miről beszélsz? Gyerünk, keressük meg őket. Smiley, nem tanácsolom, hogy beszélj velük. Nagyon csúnyán viselkednek. Mi? Smiley, tényleg ne csináld ezt. Menjünk elmondani a tanár úrnak. Emberek, vicceltek? Hát látni akarom a barátomat. Kabala, mi történt velük? Mi volt? Diana, nem tudom. Oké, Kabala, megyek, mert úgy néz ki, hogy verekedés lesz. Srácok, komolyan féltek a focistáktól? Ők lúzerek! Hát, emberek, oldjuk meg a problémát. Gyerünk, Osztja, gyerünk! Nem! Jana, hogy mit mondtak? Bravaszti, azt mondták, hogy olyan lapos vagyok, mint egy deszka! Én úgy döntöttek, hogy királyok. Úgy viselkedem, mint a gyerekek. Nekem tetszik, ha nézhetem őket. Érdekel, hogy mi fog történni. De Jana tényleg lapos, mint egy deszka. Brovasti, Jana! Oké, verekedjünk. Várjatok. Emberek, vegyétek rá a szőkeséget, hogy elhagyja a kávézót. Szóval itt szórakoztok. Brovasti, hogy vagy? Kifelé! Hé, ne bánts Smiley-kot! Különben velem gyűlök meg a bajod. Hé, Brovasti, vedd le a kezed rólam. Mi baj van veled? Csajok, menjünk azonnal elmondani Dianának. Hé, emberek, ne zavarjatok! Hogy mit mondtatok? Csak vicceltünk. Igen, nagyon szép formád van. Diana! Valami történt a kávézóban.
Csajok, mi történt? És csak, hogy tudjátok, Jana és az ő srácai piszkálták a kabalát. Menj azonnal a kávézóba. Ugyanazt fogja Smiley-kkal tenni. Jana és a fiúk szörnyen viselkednek. Hogy mi? Smiley-kkal? Ez már túl sok. Na mi az, srácok? Jó szórakoztok? Mi történik itt? Diana, én jól vagyok, de mi történt velük? Verekedni akarnak? Diana. Hé, Jana, nem tudom, hogy hol voltál. Beteg voltál-e, vagy csak lógtál a suliból, de vissza kell menned oda, ahonnan jöttél. Ebben az iskolában nem lesz verekedés. Igen, nem lesz verekedés. Ó, látom, hogy van egy kakas a tyúkok között. Szerintetek menők vagytok? Hé, nem kakas! Lady Diana! Az ördögbe, itt mi történik? Ez egy káosz. Békák, miért nem állítjátok le őket? Nem akarjuk. Nem akarok beleavatkozni. Hé, Jana, még egyszer mondom, a mi iskolánkban nem lesz verekedés. Oké, nem lesz verekedés az iskolában, de lesz verekedés a suli mögött? Oké, Jana, akkor találkozzunk 6-kor az iskola mögött te és én. Megbeszéltük. Diana, én nem tudok elmenni, nekem edzésem lesz este 6-kor. Értem, Smiley. Diana, mi veled megyünk. Támogatni fogunk. Csajok, veletek akarok menni. Köszönöm, lányok. Neked is köszönöm, Kabala. Jana, veled vagyunk. Mi egy csapat vagyunk. Értem. Emberek, iratkozzatok fel és lájkoljatok, nyomjátok meg a csengőt és várjátok az új király részeket. Találkozunk. Sziasztok! Kostya, mit csináljunk? Szerintem jók vagyunk. Smiley, ma nem lesz edzés. Azt akarod, hogy verekedjünk a lányokkal? Én ezt nem akarom. Psz, psz.